Telefonos csalók ötleteinek tárháza kifogyhatatlan. Újabb és újabb trükkökkel próbálkoznak, amivel megpróbálják becsapni a gyanútlan embereket. Folyamatosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos csalási módszerrel próbálják az emberek adatait megszerezni, és ezáltal a pénzüktől megszabadítani őket. Ezeknek az egyik módszere az úgynevezett telefonos csalás, amikor a csalók különböző bankoknak az alkalmazottaiként jelentkeznek be a telefon túlsó végén, és ott mondják el az embereknek, hogy mit kellene tenniük. Rendszerint az a módszer, hogy azt mondják, hogy gyanús tranzakciók voltak a bankszámlán, és ezért szükségük van arra, hogy a bankszámlához hozzáférjenek. A rendőrségi felhívások ellenére mégis sokan beleesnek a trükkös telefonálók csapdájába. A későbbi áldozat letöltsön egy úgynevezett AnyDesk nevű alkalmazást a számítógépére, és ezáltal távoli asztali hozzáférést ad a csalóknak, akik innentől kezdve valamennyi adatát, így a banki adatait is könnyedén megszerezhetik. Számos alkalommal fordult elő sajnos az, hogy több 10 millió forinttól is megszabadították a csalók a sértetteket. Erre volt példa az elmúlt időszakban is, amikor a telefonáló rejtett számról hívta a jóhiszemű férfit, és egy hivatal alkalmazottjának adta ki magát. Az egyik legextrémebb eset az elmúlt hónapokban az volt, amikor több mint 70 millió forintot emeltek le egy sértetnek a számlájáról, és még a különböző megtakarításait is, amik lekötött összegek voltak, azokhoz is próbáltak hozzáférni, ez azonban nem sikerült nekik. Egy másik módszer a telefonos csalók részéről, amikor SMS-t küldenek a gyanútlan vásárlóknak, vagy éppen eladóknak, és egy link letöltésére, vagy egy linkre koordinálják őket, ahol mindenféle banki adatokat, személyes adatokat, bankkártya adatokat, illetve a legfontosabb az, hogy a bankkártyának a biztonsági kódját is megszerzik tőle. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság kéri, ha hasonló indokokkal telefonon felhívják önöket, azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát. Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget, vagy hívják a 112-es segélyhívót.